ide fogjuk lezárni a biciklit. Úgyhogy ha nem jövünk vissza és ellopták, akkor innen lopták el. A biciklit itt van, látható, megvan, ide fogjuk lezárni a táblához. Na és mutassuk már meg a Balatont is, igen, ami szemben van. Igen, pörögjünk be a Balatonba. Ott, szép, ott a Balaton. Na ezt a Balatont fogjuk megnézni még feljebb. Még feljebbről, legfeljebb. De miért nem látszik a kilátó a fáktól? Mert a fáktól nem látszik. Akkor még feljebb van. Na de menjünk, ne tökölészünk. Menjünk, nem tökölészünk. Hátunk mögött látható a kilátó tábla. Ott megyünk fel azon az úton. Igen, és az említett vöröskő is látható már ott a padló szinten. Igen, az út már elég vöröses, a sziklátó. Meg mint amúgy alul is, szóval nem csak innentől fölfele. Na, megyünk. Indulunk a hegynek. Adiós. Ott van a kilátóhoz vezető turistajelzés. Kék háromszög, meg zöld háromszög. Kék pollóba. Én meg itt vagyok, és megyünk ezen a nagyon jó úton. Mire remélem nem esek pofán fel a kilátóba, és már ott, hogyha minden igaz, ott a Balaton. Itt az egyes pihenő, és itt láthatjuk, hogy a Sólyom-hegy kilátó 227 méter tengerszint feletti magassággal emelkedik a település fölé. Mi meg itt emelkedünk. Oda fel fogunk menni a kilátó tetejébe. Oda. Na induljunk el. Gyere. Bepörgünk. Nem, ejtem le. Picikét nem hagyjuk le. Hát ide tér iszonyosoknak nem ajánlott, az már biztos. Eléggé szellős. Jó, nem kell ezt felemezni, mert azért kapaszkodom. Ott voltunk, nézd. Tavaly ott voltunk. Mennyi van még föl? Még van. Olyan, mint az Erzsébet kilátó. És megérkeztünk. Kilátunk a kilátóból. Hú. Azt hiszem. Lehet, hogy be vagyok szarva. Megyek egy kört körbe, jó? Le nem szabad. Muszáj? Hát csak ki. Nem. Ott. Ó, de itt aztán tényleg ki lehet látni. Itt meg a szárnyas hangya millió darabja. Azt a... Megőrültek itt a hangyák. Nem tudom mennyire látni. Sok-sok hangya. És... Ott van a Balaton ismét. Meg, itt szarom össze magam. Megérkeztünk a délsáros problémák mellett a kilátó tetejére, ami fából van és fémkeretre van összeerősítve, tehát nagyon biztonságos, ne parázzál. Ezen a témán lépjünk most túl. A háttérben a Balaton, innen egy nagyon szép kilátás látható. Lényegében nézd meg, egész végig. Hidd el, nekem egész jó így, hogy ezt egész tartom. A Balaton csúcspontjái. Na, megpróbálok megfordulni. Ha helyesek, elkapsz? Elkapsz, igen. De kilátó para van itt most. Hát nem kicsit. Na de most mit is szeretnél mutatni? Hát mondtad, hogy forogja. Ja, hogy magát a kilátót, igen. Minden irányban van minden látnivaló. Igen. Csak közben kapaszkodnom kell bele. Ott van a bal. Na, ad így jó, így jó. Így tökéletes. Na, engedd és magyarázzad. Na, szóval. Alsó-orsó megközelíthető kilátó. Egy
egy elég meredek úton kell fölfele jönni ehhez a kilátóhoz, és egy nem tudom hány lépcső, majd utólag beszámolom. Csigalépcső kell feljönni. Nagyon biztonságos, családbarát. Vériszonyosoknak nem ajánlom. Igen, de nagyon én magas, nézd meg, tök magas. Nem nézek le, az Isten nincsen. Korlát van, tehát nem kell félni. Nem bánt ez a kilátó. És tök kellemes szellő fújdogál. És ott háttérben... Hogy, oda néz, így a jó. Tökéletes. Ott. És most kikapcsoljuk és átéljük ezt a szép helyet. Aztán visszatérünk. Igen. Back. I am back. Időnként utolérsz. Na, ez kellett nekem. Szerintem nem kell megnyitni vele. Tiszta nyugodt vagyok amúgy. Oda nézd, milyen nagy, ilyen nagy csavarok fogják. Nem nincs ez. Hatalmas nagy csavarok tartják az egész. Nem tud ezzel baj. Ott van minden irány. Hatalmas csavarok. Igen. Érjünk le. Szereted a stabil? Nézd, itt is egymásra van rakva a kettő darab oszlop. Pohát nagy csavarokkal bővítve, nincs ezzel gond. Még a nagy szeles időben is megállja a helyét. Hát hoztunk pogácsát, de azt ott fenn nem fogjuk megenni. Mondjuk ideje nem is hoztuk el. Úgy döntött, hogy külön van. Nem vállal velem szerepet. Hát itt vagyok. Nekem még remeg a lábam. Nézd, döntsd lefele, és akkor látszik a csúcs. Ott a csúcs. Ott fenn. Lentről nézve is fent van. Bátran megy ezt. A kilátó alja is vöröskőből van. Amire épült. És hogyha felfordulsz, ott van. Itt vagyunk, lát a kilátóm. Alatt ülünk, fejünk fölött meg a kalapja. Ott amúgy, ott kilógtál, ott mentél körbe a levegőbe azokon a részeken, látod? Uh-huh. Az ilyen kilóg. Uh-huh. Horsrace. Nagyon bátor voltál. Azt mondta, mondjam el, hogy halált megvető bátorsággal jöttem föl le alá. Így van, és ez így is volt, mert ott voltál, meglető. Semmi extra nem volt az benne. Az nem derült ki, hogy hány méter magas maga. Igen, mert nem találjuk kiírva. Majd lejjebb van egy tábla, ott, ahol ugyanúgy írnak róla, majd szerintem ott lesz. Ha más nem, akkor marad az internet. És mi volt a neve amúgy, azt tudod? Hát most én meg nem mondom. Ott van mögöttünk. Várjál, olvasd el! Mely? Ja, az cégnév, az más.
mert az nagyon fontos, hogy kikészítette ekkora táblába. Igen. Ors, ott van Őrsi Somlyó teljesítménykúra, az más, meg reklám. Az más, Somlyó. Somlyó kilátó test, Somlyóhegynek a kilátója. Igen. A sors fölött. Igen. Szép. Gyalogosan egy kicsit macerás lenne felgyalogolni egész idáig, de biciklivel fel lehet jönni, és utána már csak gurulni kell. Végül is a biciklivel is gyalogoltunk, mert toltuk föl. Igen, de egy ideig jöttünk, tehát ahol van a bolt, odáig kb. Biciklivel jöttünk, és onnantól már toltuk. Szerintem túró, simán fel lehet jönni. Meredek. Igen. És nehéz megtalálni, hogy hol kell menni, de hát végül is a térképen belőttük. Az, hogy mikor indultunk-e, azt nem tudom, de most van. Mindegy, leírunk, ott lesz a biciklin a kilométer óra, hogy mennyi kilométer volt. De jó volt. Szép onnan fentről. Most meg megyünk le, és csak gurulunk lefelé. Ez a jó, látod? Feljössz a hegyre, tolod. De most lefelé viszont csak gurulsz. De lőnek, nem? Ilyen vadász nem valami. Lőnek, nem ez, lőnek, ez autó típu fogó. Már 86-szor. Igen. Tegyük le. Háló. Most leteszem. Kiderült a kilátó Somlyóhegyen, a Somlyó kilátónak a magassága. 11,52 méter a járószint magassága, ahol jártál. És mindez 227 méter magasságban a hegyen. Úgyhogy nagyon bátor. Ettől már csak magasabbra is mehetsz. Ilyen szép úton lehet lefele haladni. Nem kicsit kimosta már az eső. Az egész földutat. Hamarosan megérkezünk a... Ott a jel. De ez nem annak a jele. Ahhoz a helyhez, ahol kitökköröttük a bicikli. A Welcome táblához. Welcome. Az volt rajta. Vilkom tábla. Ott van. Megvan még. Megvan. Akkor nem vitték el. Ma kaptunk egy jelzést, hogy tilos helyen parkoltál. Kulás csomag. Ott van. Itt jöttünk ki. Ilyen helyen. Így a főútról lehet bejönni. És látni is a táblát. Somlyóhegyi kilátó. Csak gyalogosan. Ott van. Tökéletesen látszik. Ott van. Csak gyalogosan lehet megközelíteni, és ez tényleg így van. Megvárjuk, míg elmegy az autó. Elhaladt, megvárjuk a 3 másodpercet, miután elhaladt. Biztonságos már. Ez mi ez a 3 másodperc? Nem tudom. Ki tudja. Menet cél, beszippant. Friss levegő. A szembe megyünk most a Balatonnal. Magunkkal megyünk szembe. Ott vagyunk. Ott van, látod? Mondtam a Welcome táblánál. Parkoltunk le. Menjél túl, és akkor látszik a tábla, és meg a biciklis. Na, itt vagyunk mink. Oda kötöttük le a biciklit. Szóval valaki biciklivel jön, és nem szeretné azt, hogy ott szenvedjen a biciklivel, akkor ehhez az oszlophoz kikötheti. Vagy egy ilyen más oszlophoz. Na, megyünk. Megyünk! Ott a Balaton. A sors! Megyünk vissza! De úgy volt, hogy képen akartam. Én nem akartam videót, de most már így alakult. Értem. És megnyomja a gombot.
itt vagyunk a kilátóba. Hátunk mögött pedig a Balaton. És reméljük, hogy látszunk, mert nem látjuk vissza magunkat. Biztosan látszunk. És félek. És egy kicsit adjuk át a látványt a Balatonnak. Tökéletesen látszik. Arra is szép. Igen. Arra is félek. Ott messze látható Tihany, meg a Balaton egész vége. Itt meg a Para. Úgyhogy most feljöttünk, és most lemegyünk. Mert más nem tehetünk. 200 méter. Mármint a hegy? A hegy. Ez meg és még annak 3 a millió. A kis fából készült kilátó. Úgyhogy most hívjuk a liftet, és lemegyünk. Így van. Csá!